Tűzoltók locsolják az istálló tetejét Dunakilitén. A lángok a hajnali órákban csaptak fel. A tető alatti nád gyorsan vezette a tüzet. A pajta több mint 200 négyzetméteren égett. A helyszínre érkező szakemberek a hullámpalát eltávolították, hogy jobban hozzáférjenek a gócpontokhoz. Az épületből a borjakat a dolgozók menekítették ki. Az ilyen tűzeseteknél több veszély is fenyegeti az állatokat. Legelsősorban meg kell nyugtatni az állatot és kivezetni az istállóból, hogy elkerüljük az ijedelemből származó sérüléseket. A következő, ami nagyon fontos, hogy ha közvetlen hő érte az állatot, akkor az égési sérüléseket minél hamarabb hűteni kell, ez lehet vizes pokróccal vagy közvetlen vízzel, folyóvízzel. És a másik, ami sajnos csak később jelentkező tünet, az a tüdőödéma, amit a füstmérgezés okoz. Oxigén belélegeztetéssel, szabad levegőn való nyugodt nyugtatással lehet orvosolni ezt. A tűzben szerencsére senki nem sérült meg. A katasztrófavédelem szakembereinek sikerült megfékezniük a lángokat. A keletkezés okát egyelőre még vizsgálják.